Megszűnt az évente 2400 kg-nyi vegyes, kommunális hulladék térítésmentes átadására vonatkozó kedvezmény a Paksi hulladékkezelőben. A szétválogatott hulladékokat azonban továbbra is ingyenesen fogadják a hulladékudvarban, mennyiségi korlátozások nélkül. A térítésmentesen átvehető hulladékfajták köre kibővült. A részletes lista megtekinthető a szolgáltató cég honlapján. A lakosság részéről felmerült az igény az elmúlt két évben, hogy vannak olyan hulladéktípusok, például a gipszkarton, a síküveg, az üveggyapot, amik a lakosságnál jelentkezhetnek, mint hulladékok. Ezekre eddig nem volt engedélyünk. Többek között ezért is történt az engedély módosítás, ami egyrészt a lakosságnak, másrészt a vállalkozói szférában felmerülő hulladéktípusoknak a bővítését igényelte. A lakosság az továbbra is ingyenesen behozhatja ezeket a hulladékokat, és arra kérünk mindenkit, hogy a hulladékudvart az továbbra is a megszokott rendben vegyék igénybe, és szelektálva hozzák ki hozzánk a háztartásban felmerülő hulladékokat. A Paks térségi hulladékkezelő központ megvalósítására 7 település által létrehozott projekt rövidesen lezárul. A nagyobb eszközbeszerzések befejeződtek, tavaly évvégén érkezett meg a hulladékot a lerakón tömörítő kompaktor. Kisebb fejlesztések várhatók még a tavasz folyamán, tájékoztatott dr. Sárosi József. A munkagépek, erőgépek azok megérkeztek, most 2014 év végével. 2015 év elején várjuk még a 18 méter hosszú sík mérleget, egy 60 tonnás mérleg, ami beszerzésre került. Ezt bízunk benne, hogy ilyen március-április környékére beleszépítve. A válogató kabinra pályáztunk, hiszen most egy nyílt válogató szalagunk van, és ahhoz, hogy akár két műszakban tudjunk dolgozni, télen és nyáron megfelelő körülmények között, ahhoz szükség volt egy zárt, klimatizált válogató kabinra. Ennek a közbeszerzése is lezárult. Így várhatóan március második felére már a helyére kerül a válogató kabin. 300 darab 1100 literes konténert is beszerzett a cég, ezekre cserélik le a Pakson használt 4 köbméteres edényeket. Erre a beruházásra a logisztikai szempontok mellett a költséghatékonyság további növelése érdekében volt szükség, tudtuk meg az ügyvezetőtől. Dr. Sárosi József arra is felhívta a figyelmet, hogy a többlet kommunális hulladék elszállításához egyenzsákok is vásárolhatók a cég ügyfélszolgálatán.